Jól gondold meg, kislány, elejét utolját, kivel kötöd össze életed virágát. Mert nem kölcsön kenyér, hogy visszaadhassad, se nem tiszta búza, hogy learadhassad. Ebből a néhány taktusból is kiderült, miért is nyert díjat a Kórusok Országos Szövetségénél és a Cinege Madár Népdal Éneklési Versenyen a felvidékiek kórusa. Az együttes egyébként is sikeres évet tudhat maga mögött, számos meghívásnak tettek eleget, de a legnagyobb sikernek azt tartják, hogy a Covid után képesek voltak újra talplálni és ütőképes csapattá szerveződni. A társaság 8 éve döntött úgy, minden évben bált szerveznek, ahová barátaikat, támogatóikat is felhívják és vendégül látják. Van érdeklődés, az emberek szívesen jönnek ide hozzánk, velünk szórakozni, és nagy várakozással várjuk mi is ezt az estet. Én bízom abban, hogy egyre többen szeretnek meg minket olyan szinten, hogy szívesen töltenek velünk alkalmakat. És nem csak kimondottan bálról beszélek, hanem legyen az egy kirándulás, egy egyesületi est, egy karácsonyi műsor. Tehát az a tapasztalatom, hogy tényleg egyre többen jönnek, és egyre többen szeretik meg a csapatot. A felvidékiek Bátaszék szempontjából fontos szerepet töltenek be, hiszen ők a kapcsolat a város és felvidéki testvértelepülése Nagysalló között. Egy héttel ezelőtt egy rádióműsorban mutatkozhatott be Bátaszék, különböző értékeivel, építészeti értékeivel, természeti értékeivel, kultúrájával, és hát nagyon büszkék voltunk, hogy ezen a napon többek között a Felvidéki Néptánc Egyesületet is meg tudtuk mutatni országvilágnak, hiszen nem csak Bátaszék életében történt nagyon fontos kulturális szerepet, de azt gondolom határon átívelő kapcsolatokban is számíthatunk rájuk, hiszen ők a kapocs felvidéki testvértelepülésünk Nagysalló, felvidéki magyarság és az anyaország magyarsága között. Ez a rendezvény meg kimondottan kedves, azt gondolom mindenki számára, hiszen egy nagyon barátságos, nagyon családias hangulatú esemény keretében egy kicsit lazábban, kötetlenebbül tudunk beszélni és ápolni a felvidéki hagyományokat is. A rendezvény arra is alkalmat ad, hogy mérleget vonjanak az Egyesület elmúlt esztendejéről. Ugye számos nívós rendezvény volt az Egyesület életében ebben az évben. Ugye idén van az áttelepítésnek a 75. évfordulója. Ez által is sok program volt, amin részt vettünk, és tényleg olyan helyen képviseltük Bátaszéket, a Bátaszékre telepített felvidékieket, ami nekünk is nagy büszkeség. Sok helyen megmérettük magunkat, részt vettünk programokon, és ez lehet, hogy csak egy továbbképzés, lehet, hogy csak egy szakmai fórum, de mindenhol elkezdtünk számítani, tehát örültek nekünk, hogy egyre aktívabbak vagyunk, és előre haladunk. Az az igazság, hogy bár Felvidék Néptánc Egyesület, ez a nevünk, de mondjuk saját magamra is értve nekem például nincsenek felvidéki felmenőim. Azt is tudni kell, hogy Bátaszékre nagyon sok, vagy több helyről telepítettek felvidékieket, tehát nem beszélhetünk egy egységesen ide került tánckultúráról már csak azért sem, mert Felvidék abban az időben, hogy a második világháború végéről beszélünk, egy polgárosodottabb vidék volt, mint a miénk. Tehát akik ide kerültek, ők már igazából ilyen parasztpolgárok voltak, aránylag jómódúak, ugye sok mindent hozhattak, nem egy batyúval kellett elmenekülniük, hanem ugye a lakosság csereegyezmény alapján, ugye nem tudom én, egy családnak volt 2-3-5 vagon, ahol berakhatta az értékeit. Tehát igazándiból az a helyzet, hogy azért is működik így ez a
ez a szakmai modell, amit az előbb elmondtam, mert itt helyben fellelhető táncanyag ilyen gyakorlatilag nincs. Gyakorlatilag nincsen. Ez azóta teljesen feledésbe merült. Arról sincs információm igazából, hogy amikor ide kerültek a felvidékiek, hogy akkor esetleg tartották volna. Valószínűleg azért, mert egy faluból olyan kevés ember érkezett, a többiek meg máshonnan, hogy igazából mód vagy lehetőség sem volt arra, hogy mondjuk rendezenek egy olyan bált vagy táncmulatságot, táncos összejövetelt, ahol megjelenhetett egy ilyen egységes táncanyag. Ezért aztán külsős tanárok és koreográfusok állítják össze a produkciókat. A következő időszak nehézségeit az energiatakarékossági intézkedések miatt várható intézményi bezárások okozhatják. Egy egyesület, egy csoport életében a heti rendszeresség, tehát hogy hetente találkozzunk, összegyűjünk, táncoljunk, próbáljunk, elengedhetetlen. Most, hogyha ez megszűnik, akkor utána a több hónap elteltével, vagy csak hetekről is, ha beszélünk, mindent előről kell kezdeni. Mindent újra az elejétől, az alapoktól. Ezt egyszer már meg tudtuk tenni a Covid után. Én bízom benne, hogy ha a legrosszabb bekövetkezik, a csapat azt is túléli, azon is túl leszünk, és töretlenül működünk, ugyanúgy a 4 korcsoportunkkal, a 3 gyerekcsoporttal, az 1 felnőtt csoporttal. Én azt gondolom, hogy Bátaszéken, ahol ennyi lehetősége van a gyerekeknek, egyesületek tekintetében, és mi 3 korcsoportban tudunk gyerekekkel dolgozni, ez nekem személyesen is, mint vezetőnek, de én azt gondolom, hogy az egyesületnek, a népcsoportnak is hatalmas büszkeség és nagyon jó érzés, mert működünk és jönnek, és szeretnek velünk lenni, és vagyunk. De ez az este a szórakozásról szólt. A csapat arra készült, valami újat mutat meg önmagából, és ehhez néhány helyi muzsikus bevonásával partnereket is találtak. Azt mondják, a népdalok feldolgozásával valami új is elkezdődött az életükben.